kívánunk, sok szeretettel köszönjük mindenkit a Bodó Galériában, Szikszai Károly repetitív című kiállításának megnyitóján, melyet Szabó Noémi művészettörténés fogunk megnyitni. Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel üdvözlök ezen a kiállításon. És közelebb állok. Hogy kezdjem rögtön az elején, amikor régi ismerettségünk, remélem régi ismerettségünknek köszönhetően Kacsi megkért arra, hogy megnyissam ezt a kiállítást, és elmentem hozzá. Én személy szerint abszolút meglepődtem azon az anyagon, amivel készült ezen a sorozaton, amely végül a repetitív címet kapta, és azt hiszem, hogy egy egészen új út kezdetét jelenteti az ő munkásságával. Főleg azért, mert szután furcsán dülöngélő és expresszíven hullámzó házainak, tájainak és húsainak a parafrazálása után, illetve a rajzeri élményen alapuló sűrű, egymásra rakott önkíró gesztusok sötét és tragédiát sejthető komor vonalhálóit követően Szikszai határozott festőkísérletezésbe kezdett. Ennek során az eddig önmaga számára kijelölt utat határokat kitágítva, művészeti előképeinek és saját vizuális rendszereinek tanulságait szintetizálva, és egyúttal mindezen túllépve készítette el ezt a sorozatot. Kiinduló alapélménye éppen annyira banális, mint amennyire az egyszerű hétköznapi felismerések képesek a leginkább relatív erővel hatni. Mondjuk egy síta a kertészségi temetőben, a végső megnyugvás, az elmúlás, a halál, a gyász helyszínén, vagy még inkább a kontempláció, a gondolkodás és a belső elvonulás terepén. Itt talált Szikszai egy sírtaliratot, Pélyeszki János egy Kázai Láger falára című versének első sorát, amely így hangzik. Ahová estél, ott maradsz. A mindenségből ezt az egyet, ezt az egyetlen egy helyet, de ezt azután megszerezte. Az idézetnek itt vége. Az csupán történeti adalék, hogy a versrészlet Pilinszky 50-es években írt reflexiója a holokausztra, a haláltáborok és a pogromok embertelen rémségeinek. Szikszai interpretációja szempontjából inkább lényeges a sorok brutális konkrétsága, ugyanakkor értelmének tárgy univerzalitása. Mivel Szikszai maga is költőként kezdte pályafutását, pontosan ismeri a szavak mágikus erejét. A tárgyas, lényegre törő, eszköztelen sorok radikális puritánsága magát a szubjektumot szólítja meg, és közli, hogy a jelenmúltá válásának lehetősége tény, a dramatikus magány elkerülhetetlen, a létezés végessége pedig a létezés mindenségében lejjük. Hiszen bárhol és bármikor bökölünk ki a mindenségbe, felelősek vagyunk azért, ami még benne leszünk, a helyért, azért az egyetlen egy helyért, amit megszereztünk. A vers által generált festői reflexió, tehát a valóság két egymással szemben álló paradoxonok köré épül. A transzcendens öröklét az idő megszakítatlan folytonosságának illúziója konfrontálódik a semmivel, az idő megszűnésének kíméletlen felismerésével. És persze ezen túl még többről is szó van. Szikszai esetében az őt állandóan foglalkoztató egzisztenciális kérdésekről, az ember önmagához való hűségéről, a művészi személyiség belső szellemi és érzelmi integritásához való ragaszkodásról, amely állandó küzdelemben áll a mindentől és leginkább az önmagától elidegenült ember összhang nélküli létezésétől. Erről is szól egyébként Pélyeszkijása. A sírfelirat felkavaró élménye és ennek nyomán a megszólaló belső hang küszködő kiáronása Szikszai festői stílusának anyag és forma kezelésének módosulását is eredményezte. Szikszai, ahogy a kiállítás címe is utal erre, repetitív munkamódszerrel járta körül a problémát. Meglepően nagyméretű képei, lassú fejlesztésű, vizuális ismétlésekből, repetíciókból és hektikus formai egységekből építkeznek. A nem motivumot pulzálva ismétlik, mindig egy kicsit változtatva azokon, míg végül hullámozni kezd a szín, a folt és a tömbköteg gémerelődött gesztus. Festészeti puritánsága így közelít a verbális puritánsághoz, mely során fokozatosan elvonatkoztat a narratívától, a didaktikus formai megoldástól, a groteszkségtől,
és magától a vonaltól is, amely oly fontos volt korábbi munkájuk. A ragyogó színek kedvéért pedig még a feketéről is lemond. A formai redukció és kompozicionális lecsupaszítás Szikszai kísérletében szükségszerű volt, hiszen tisztán fogalmazni csak a tárgytól való elszakadással lehet. Éppen ezért a felismerhetőség, a stimulumok helyét, az értelmezés szabadabb, asszociatívabb módszere veszi át. Nincs ház, kopjafa, hús és fekete hőtét tömörülő facsoportok, azonban a képzelettársítás révén akár ezek is megjelenhetnek. Azt, hogy könnyű lenne a nézőnek Szikszai munkáit dekódolni, nem állítanám. Ugyanis képi nyelvezetében a láthatatlan épp olyan fontos munka látható. Szikszai talán tudatosan, talán automatikusan követte referenciapontja Káin Szuter munkamódszerét, aki újra és újra leakarva a festékréteget, a felület roncsolásával hozta létre műveit. Szikszai is valami hasonlót tett a festék állandó leakarása után, a megért és átérzett küzdelem folyamányaként, végül csak az utolsó erőfeszítés maradt látható a vászon. Munkái így módon entropikusak. A rendezetlenség legfőbb rendezőelve, ahol az alkotás és újraalkotás dinamikája generálja az egység megtalálásának reményét és a távolnás visszafordíthatatlanságának küzdelmét. Szikszai munkái nem könnyedek, de nem is tragikusak. Atmoszférájuk leginkább rezignáltan melankolikus. Bennük pulzál a rétegek között felsejlő rejtett rend, amely összekötje a jeleket, a foltokat, vonalakat és színeket, továbbá a különböző feszültségű felületeket. Károly művészeti alázata valójában anakronisztikus a kortárs közelben. Ahogyan nyíltan felvállalt példaképei, mint Szuten vagy Reiner, ő is az örök kívülálló, a betagozódni nem akaró művész szerepét vállalta fel, festészeti programja pedig azt hiszem mélyebb ontológiai és metafizikai alapokon nyugszik. Szikszai új festményeinek konklúziója, Pilészki nyomán lehetne az is, hogy a végén nem marad más, csak a semmi. Ennél csupán egy fokkal pozitívabb, zsákolt szárt elgondolása, miszerint a semmi elválaszthatatlanul kíséri a lényt fogalmát, hiszen ő egyik volt vele. De bármilyen is csűrjük, csavarjuk mondandókat, végül is mégiscsak egyetlen elmaradhat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a megnyitó gondolatait, és a vendégeket pedig arra kérjük, hogy a kérdezik a munkat, és szeretnék a vendégeket a hátborra. Köszönjük szépen!